Mint arról már korábban hirdettünk, bezárt a mezsi iskola, ahol az utolsó tanévben csak alsó tagozat működött, és a gyerekek Tolnára járnak majd szeptembertől iskolába. A város önkormányzat a legutóbbi ülésén arról is döntést hozott, segíteni fogja a gyerekek bejárását. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy mind a felsősök, mind az alsó tagozatos diákok részére a havi bérletet megvásároljuk. Pontosabban a tankerülettel fogunk együttműködési megállapodást kötni, a tankerület vásárolja meg, önkormányzatunk pedig támogatás formájába adja át az ehhez szükséges forrásokat. Mindez erre az évre 300 000 forintos költséget jelent. A testületi tagok arról is döntöttek, szeptembertől tilos lesz parkolni a Magházat és a Lovardát összekötő útszakaszon. Mind a Lovardához, Magházhoz, Uszodához, illetve a Játszóházhoz csak ezen az úttesten keresztül lehet gyalogosan vagy kerékpárra közlekedni, hiszen nem vezet hátra járda, nem is nagyon tudunk hova kiépíteni, tehát ez az út bonyolítja le a gyalogos forgalmat is. Ezért fogadta el azt a lakossági javaslatot a munkacsoport, és tegnapi nap folyamán a képviselőtestület is, hogy most felújított burkolaton ne engedjük meg a várakozást, a parkolást, hanem hátul az épületek környékén lévő parkolókban biztosítsuk ezt. A tervek szerint a Magház és a Játszóház környéki területen a város további parkolási lehetőségeket épít ki a közeli jövőben.